Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Karácsony. Egy szép téli napon Bogyó a csiga fiú és Babóca a katica kislány elindultak az erdőbe fenyőágat keresni. Nézd, Bogyó, ezt a kis fenyőt kidöntötte a vihar. Vigyük haza, majd karácsonykor feldíszítjük. Hurrá! Igazi karácsonyfánk lesz! Kiáltotta Bogyó, és ugrott egyet örömében. Ahogy felemelték a kis fát, megdöbbenve vették észre, hogy egy 100 lábú szorult alá. Segíts, Bogyó, tegyük fel a szánkóra! Csúnyán megütötte magát, és biztosan meg is fázott ebben a hidegben. Vigyük el a házikomba. Óvatosan feltették a 100 lábút a szánkóra. Meg fog gyógyulni? Kérdezte aggódva Bogyó. Hát persze, nyugtatta meg Babóca. Otthon rögtön puha ágyba fektették a beteg 100 lábút. Babóca meleg teát főzött, Bogyó pedig mesét olvasott neki a kukacos mesekönyvből. Másnap reggel a 100 lábú kinyitotta a szemét, és bágyadtan rájuk mosolygott. Napról napra erősödött, és hamarosan teljesen meggyógyult. Babóca marasztalta. Ne menj még el, kedves 100 lábú, töltsd nálunk a karácsonyt! Köszönöm, szívesen maradok. De mit adjunk neki karácsonyra? Töprengett Babóca. Vajon minek örülne egy 100 lábú? Babóca elmondta, mit talált ki, mire a csiga fiú lelkesen bólogatott. Bogyó és Babóca még aznap elmentek a hangyákhoz. A hangya királynő kedvesen fogadta őket. Babóca nekik is elmesélte, milyen ajándékra gondolt. Szívesen elkészítjük, amit kérsz, mondták a hangyák. Elérkezett a karácsony. Bogyó és Babóca talpat készítettek a karácsonyfának. Amikor beesteledett, Bogyó izgatottan adta át ajándékát Babócának. Boldog karácsonyt, Babóca! Köszönöm, Bogyó, mondta meghatottan a katica kislány. Ez csodaszép! Lelkendezett Babóca, és nyomban feltekerte a szalagot a karácsonyfára. Boldog karácsonyt neked is, mondta Babóca, és most ő nyújtotta át ajándékát Bogyónak. Csillagszórók! Jaj, de jó! Rakjuk fel őket a fára! Meggyújtották a csillagszórókat. A karácsonyfa körül vidám szikrák pattogtak. A ragyogásra előjöttek a Szent János bogarak. Mindegyikük hozott egy-egy díszt magával. A 100 lábú is segített feldíszíteni a fát. Nem sokára a hangyák is megérkeztek. Egy csomagot cipeltek, amit átadtak Bogyónak és Babócának. Kedves 100 lábú, ez a mi ajándékunk neked, mondta Bogyó. Boldog karácsonyt! Cipőcskék! Kiáltotta boldogan. Többé nem fog fázni a lábad a hóban, magyarázta Babóca. Késő estig ünnepelték a karácsonyt. Eljött Döme, a krumplibogár, Vendel a szarvasbogár, Alfonz a tücsökfiú és Lili a rózsabogár kislány. A Szent János bogárkák és a hangyagyerekek közösen építettek egy hóembert. Vidáman táncoltak és énekeltek a karácsonyfa körül. Velük ünnepelt Pihe, a lepkelány is. Szellő, a szitakötőlány Ugrival, a szöcskelánnyal táncolt, Bogyó és Babóca pedig Baltazárral, a méhecskével. A mulatság után a 100 lábú gondosan letörölgette új cipőit, és feltette őket a polcra. Milyen szép nap volt ez, de kár, hogy egy évben csak egyszer van karácsony.
bogyó és babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman babóca. Bogyó és babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul bogyó. Bogyó és babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el. Arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal, panaszolta babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolt a krumpli bogár. Nézd csak, babóca, morzsák! Erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kalácssal? Kérdezte babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csigafiú. Délután Bogyó és babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú izgatottan zörgetett babóca ajtaján. Ma lesz a bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is.
Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ha-hó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót. Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kilincset és bekukkantott. A krumplibogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell. Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket, pityergett Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumplibogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei.